Szinte csak a gyermekek hiányoznak a bölcsődéből. Az épület gyakorlatilag elkészült kótajban. Az egycsoportos intézményben egyszerre 12 kicsit tudnak fogadni. Orosz Mihály, a település polgármestere 35 perc című műsorunkban azt mondta, még kérdés, hogy az önkormányzat vagy a baptisták fogják üzemeltetni a bölcsődét. Folyamatban van a műszaki átadása, illetve az elszámolása történik. Januárban van szándékunk indítani ezt a bölcsődét, akkor a remélhetőleg meg fogjuk szerezni a működési engedéllyel kapcsolatos dolgokat, illetve még, még a dolog, mert el kell döntenünk, hogy a baptista, Fentartással fogjuk el megoldani, vagy önkormányzati fenntartással? Azt gondolom, hogy az egyházi fenntartású intézmények kedvezőbb támogatást kapnak, mint az önkormányzatiak. Meg fogjuk látni, hogy, hogy hogyan fogjuk indítani. Az új bölcsődére azért volt szükség, mert egyre több kismama dönt úgy, hogy visszamenne dolgozni. A településen élők többsége azonban nem helyben, hanem a közeli megyeszékhelyen vállal munkát. A polgármester azt mondta, értékes vízbázison fekszik Kótaj, így alig lehet iparilag hasznosítható telket találni. Nekünk óriási hátrány vállalkozások tekintetében, hogy igazából ipari vállalkozásokat a településre nem tudok vinni. Azért nem tudok vinni, mert hidrogeológiai, hidrogeológiailag védett terület. Gyakorlatilag minden ingatlanon be van jegyezve a hidrogeológiai védettség. Az ivóvízbázis miatt van, ezen olyan ipart létesíteni nem lehet. Ez miért oh. történt ez a bejegyzés? Azért, jelent, a mert az alatt egy hatalmas vízbázis van, ivóvízbázis. Nyíregyházának a jelentős mennyiségű ivóvizét most is Kótaj biztosítja a nehézségek ellenére szándékában áll az önkormányzatnak egy olyan ipari parkot létrehozni, ahol a helyi vállalkozások tudnak bővíteni. Kóta lélekszáma ugyan folyamatosan bővül, de az 5000-es létszámot nem szeretnék meghaladni, mert így elesnének a Magyar Falu Program fejlesztési lehetőségeitől.